Mindennapos látvány, amikor szirénázva siet az egyik városlakó segítségére a mentő. Az ápolók saját épségüket is kockáztatják akkor, amikor a kék lámpát használva nagy sebességgel rohannak életet menteni. A székesfehérvári szolgálat egyik gépkocsi vezetője azt mondja, a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a járművek kifogástalan műszaki állapota, és ezzel Selmeci László szerint nincs is probléma. Az autósok hozzáállásával azonban viszonylag gyakran van baj. Szeretnénk, hogyha többet segítene mindenkinek a KRESZ tudása, vagy a KRESZ-be foglaltaknak a betartása, nem pedig a önkényeskedés. A megyei mentőállomásokon naponta összesen átlagosan 25 autó van szolgálatban, és ezek közül egy sincs, amely 13 évnél idősebb lenne. A kocsik mindegyikét hiba esetén szakszervizbe viszik, javításukra átlagosan hetente van szükség. Szükség van az újításra. A megye vezető mentőtisztje úgy véli, megfelelő a járműpark jelenlegi műszaki állapota, de mint mondja, hogy ez így is maradjon, az újítás nélkülözhetetlen. A kocsik jó állapotban vannak, és ha korukra kíváncsiak, akkor azt kell mondjam, hogy a törvényben előírtak szerint, illetve annak megfelelnek, ugyanis 13 évnél nem lehet idősebb a mentőkocsinak az élettartama. Az országos mentőszolgálat 37 új rohamkocsival gazdagodik, és ebből az egyik várhatóan a jövő hónap elején a székesfehérvári kirendeltséghez kerül. A városban dolgozó egyenruhások a vezető mentőtiszt tájékoztatása szerint felkészültek az eddigieknél nagyobb és korszerűbb autón való feladatellátásra.